Sziasztok és üdvözlöm benneteket újra a csatornámon a Sminksuli harmadik részében. Igen, tudom, picit elhúzott ez a dolog, sőt nagyon. A második részben megígértem, hogy a harmadik rész hamarabb fog jönni, mint a második öt az elsőhöz képest, és hát ezt abszolút nem sikerült betartanom, úgyhogy ezért elnézést is kérek tőletek, de egyszerűen így közbe jött minden, végül is talán a nyár, vagy hát igen, egy csomó projekt, amiket megvalósítottam közben, és ez picit háttérbe szorult, bár mindig a fejemben volt, hogy Sminksuli, kéne egy újabb rész, tudom, hogy szeretitek, stb., de valahogy nem sikerült sosem megvalósítani, mostanáig, mert ma megvalósítom végre, a mai részben pedig a bronzosításról és pirosításról fogunk beszélgetni, remélem, hogy hasznos lesz a videó, szerintem vágjunk is bele. Tehát pirosítás, bronzosítás. Én ebben a videóban kifejezetten és kizárólagosan a bronzosításról szeretnék beszélni, és aztán a pirosításról. Aztán szerintem a kontúrozás és highlighter legyen egy külön téma, akkor egy külön sminksuliban, hogyha ti is egyetértetek ezzel, mert teljesen másik témáról van szó, ugye? Sőt, nagyon sok esetben szerintem, nagyon sok emberben szerintem a bronzosítás és a pirosítás abszolút nem különül el. Tehát van, aki szerintem tettekben úgymond ezt összemossa és egy dolgot csinál, a kettőt egybevonva, vagy nem is tudom, hogyan nevezzem, pedig a bronzosítás az teljesen más területen történik, teljesen másfajta termékekkel, mint mondjuk a pirosítás. Tehát két külön lépésről beszélünk konkrétan, ami együtt jár szerintem valahol, tehát abszolút az én esetemben ez a kettő együtt jár mindig, tehát nem nagyon bronzosítok, anélkül, hogy pirosítsak, és fordítva. Vannak esetek, de azokat majd megtárgyaljuk. Tehát az első dolog az az, hogy beszéljük át azt, hogy hol kell bronzosítani és mivel, és aztán hol kell pirosítani és mivel. Tehát a bronzosítás az legtöbb esetben nem krémes termékkel történik, tehát rendes, értitek, száraz termékkel szokott történni a bronzosítás, és legtöbb esetben, sőt a legjobb eset az az, amikor a tórusunkhoz, a bőrtónusunkhoz megfelelő bronzosítót választunk ki. Ez így komplikáltan hangzik, de egyáltalán nem az. A fontos lépés tényleg ott abban rejlik, hogy nagyjából, hogyha mondjuk sárgás tónusú és kreol tónusú a bőrünk, akkor nagyjából egy narancssárgás terrakotta színű bronzosítót fogunk magunknak választani, mert az fog passzolni a mi bőrünkhöz, a tónusához. Természetesen sokkal sötétebbnek kell lennie, mint az alapozónak, ami sokkal, nem annyira nagyon-nagyon sokkal sötétebbnek, de mondjuk 2-3 árnyalattal legalább sötétebbnek kell lennie a bronzosítónak, mint az alapozó színének. Hogyha nagyon világos színű a bőrünk, ugye rózsaszínesbe megy át mondjuk akár, akkor azon nem fog jól mutatni narancsárga alapozó, narancsárga bronzosító, egy pirosas narancsárga bronzosító, nem lesz jó, feltűnő lesz, csúnya lesz, természetellenes lesz teljes mértékben, ahhoz legjobb ilyen szürkés tónusú bronzosító, ilyenek is vannak tényleg, és meg lehet őket találni, az lesz nagyon-nagyon természetes és nagyon szépen fog passzolni a bőrhöz. Tehát az elsődleges dolog az az, hogy az alapozónk tónusához kell megválasztani a bronzosító színét is. Ami még fontos a bronzosítónál az az, hogy matt legyen. Én ettől van, amikor eltérek, sőt szerintem szép is tud lenni egy picit, hogyha van egy kis fény annak a bronzosítónak, nem túlzottan ne legyen benne csillogó, vagy bármi ilyesmi, az nem fog jól mutatni, mert a lényeg az az, hogy természetesen próbáljuk picit, nem is csak azt, hogy végnyitani az arcot, mert nem ez feltétlenül a célunk, hanem kihangsúlyozni a csontjainkat ugye a bronzosítással, és picit visszaadni a színből, amit mondjuk elvettünk az alapozóval, amikor lelapoztuk az arcunkat. Ugye ez a fontos ebben a lépésben szerintem. És mint láthatjátok, most rajtam nincsen sem bronzosító, sem pirosító, és úgy nézek ki, mint aki meg akar halni, vagy aki már meg is halt akár, és ehhez nekünk, tehát összeszedi a sminket, és ad neki egy olyan, nem tudom, szerintem a bronzosító, pirosító az az a lépés, ami teljes mértékben összehozza a sminket, és megadja neki azt a, anélkül nem mutatna jól a smink szerintem, minél erősebb a sminkünk, minél hangsúlyosabb a sminkünk, a szemünk mondjuk, annál hangsúlyosabbnak kell lennie a bronzosítónak és pirosítónak is, vagy inkább mondom úgy, nem, hogy kell lennie, hanem annál jobban fog mutatni az a balansz. Hogyha csak egyszerűen egy kis BB krémet vittünk fel az arcunkra,
egy kis szempillaspirállal, akkor nem feltétlenül kell túl bronzosítanunk, mert az megint nem lesz jó. Tehát a lényeg az nagyjából, összhangban kell lenni a sminkünkkel. Ehhez a mai sminkhez nekem jól fog mutatni egy kis bronzosító, egy kicsit több is akár, és pirosító is fog kelleni, de mondom, hogy ha visszafogott a smink, akkor akár mondom azt, hogy egy kis pirosító is épp elég, hogy így elvigye a dolgot. Tehát visszatérve a bronzosítóra konkrétan, a legjobb az az, hogyha nagyon természetes, olyan, mintha lenne egy árnyék az arcunkon, és ez az, amit mi próbálunk imitálni a bronzosítással. Tényleg az, hogy árnyékokat próbálunk létrehozni az arcunkon, és ezáltal formáljuk az arcunkat, illetve egy kis színt is adunk vissza neki, ugye, amit elvetünk az alapozóval, ezt már mondtam. Van pár olyan terület, ami általában a bronzosítás területe, és én ezeket szoktam is alkalmazni, nem mindegyiket egyébként. Bronzosítani azt mondják, tehát nem akarom a kontúrral keverni a dolgot, bár tényleg nagyon hasonló a kettő, mert a kontúrral már inkább átformáljuk az arcunkat, a megjelenésünket, a vonásainkat. A bronzosítás az nem feltétlenül erről szól szerintem, és én inkább bronzosítani szeretek, mint kontúrozni, sőt, kontúrozni alig szoktam, de szívesen csinálok erről majd egy videót, mert nagyjából tudom persze, hogy mik a lépések és mit hogyan kell csinálni, csak nem szoktam alkalmazni. Bronzosítani én itt szoktam, ugye a csont alatt, inkább így ezen a területen. Ugye én általános bronzosítást szoktam végezni, ezért nem annyira precíz nekem ez a dolog, de a terület az nagyjából megmarad, ami itt van tényleg a csontunk alatt. Picit szoktam felvinni a homlokra is, így erre a területekre is, és nagyjából nekem itt ki is fújt a bronzosítás, nagyon sokan szokták még így az állkapocs körülötti, vagy alatti részeket is bronzosítani, vagy inkább konturozni, én oda már nem szoktam elmenni, úgyhogy nekem nagyjából így ezek a területek. Úgy szokták mondani, hogy így ezt a C-t érdemes picit bronzosítani, és a homlokon való bronzosítást inkább azoknak ajánlom, akiknek picit nagyobb vagy szélesebb a homloka, mert azzal picit tudunk csalni, és olyannak tűnik, mintha kisebb lenne. Térjünk át az ecsetekre, illetve a termékekre. Először is a termékekre, amiket én szoktam használni bronzosításhoz. Nagyon változó. Ritka a nagyon rossz bronzosító, tehát itt igazából nem lesz problémánk, nem lesz gondunk azzal, hogy most akkor miért választunk. Szerintem drogériában is nagyon-nagyon jókat lehet találni. A lényeg az, hogy jól lehessen vele dolgozni, tehát legyen egy picit krémes az a bronzosító, mert hogyha nem lesz krémes, akkor bármilyen ecsetet használva az olyan foltos és olyan csúnya lesz az arcunkon, és olyan, mintha sáros lenne az arcunk, biztos hallottatok már ezt a kifejezést. Hát arra figyelnünk kell, hogy olyan jól, szépen el lehessen dolgozni, mert ez a lényege, és így lesz ez természetes, így fog ez jól mutatni, és nagyon csúnya tud lenni az, amikor mondjuk egy olyan furcsa barna csík ide van téve az arcunkra, feltűnő, nem lesz szép, nem lesz jó, tehát egy olyan kis kellemes, lágy bronz szeretnénk magunknak adni ahhoz, hogy az jól nézen ki, véleményem szerint. Egyébként ez az Anastasia of Beverly Hills Contour Kit Light to Medium szerintem egy nagyon-nagyon jó termék paletta ahhoz, hogy megtaláljuk a legjobb bronzosító, vagy igen, bronzosító árnyalatunkat. Látjátok, én ezt használom, mert ez pont az a közép árnyalat, ami nekem nagyon-nagyon jó. Se nem nagyon szürkés és világos, se nem nagyon pirosas és narancssárgás, hanem az a közép árnyalat, ami nekem a legjobban tud állni szerintem, úgyhogy én matból ezt használom és ezt is ajánlom. Egy-egy példát hoztam egyébként, vagy terméket hoztam egyébként, mert nagyon sok van, de jelen pillanatban ezeket használom legszívesebben. Aztán egy másik bronzosító, amit még nagyon gyakran használok, az a Milaninak, ez a Baked Bronzer 05-ös árnyalatban, amiben, mint láthatjátok, vannak picit ilyen aranyos beütések, és hát fényes, ez egy fényes bronzer. Főleg nyáron ezt én nagyon-nagyon szeretem, mert egy szép hatást tud nyújtani, nem túl csillogó ez benne a lényeg, hanem csak van egy olyan kis fénye, ami olyan egészséges hatást tud nyújtani tényleg a sminknek, az arcnak, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szeretem, van webshopjuk egyébként, úgyhogy hozzá tudtok könnyedén jutni. Ehhez itt Romániában könnyen hozzá tudunk jutni, mert itt Romániában van webshopja Anastasiának, de Magyarországon úgy tudom, hogy nincs, úgyhogy
nem tudom, alternatív megoldásokat kell erre nézni, mondjuk eBay vagy hasonlók, vagy hát simán lerendelni Amerikából, biztos, hogy lehetséges. Szóval én ezt a kettőt hoznám fel így legjobb példának, amivel én bronzosítani szoktam. Kettő ecsetet hoztam nektek, amivel én bronzosítani szeretek, és mind a kettővel tehát már különféle eredményeket lehet elérni. Ezt nagyon-nagyon sokszor használom, sőt, ezt használom a legtöbbször. Ezzel egy olyan overall bronze, hogy mondjam ezt magyarul, hogy jól hangzon, tehát, hogy egy olyan nem túl erőltetett, egy olyan kellemes bronzt tudunk felvinni az arcra. Látjátok, ez egy nagy ecset, egy ilyen kis pufi Sigma, egyébként Large Powder F30, és ezzel ugye egy ilyen összbronz tudok adni az arcomnak, tehát nem kell nagyon koncentrálni, csak úgy puty-puty-puty-puty fent egy kicsit, és készen is vagyunk, tehát ez egy ilyen szép, jól eldolgozott hatást fog majd nekünk biztosítani, vagy nyújtani, és ezt tényleg évek óta használom, úgyhogy ez az egyik kedvencem. A másik kedvencem, amivel egy picit precízebben tudok bronzosítani, mondjuk, hogyha egy bulira megyek, akkor van, amikor egy picit úgy szeretem, ha élesebb, de csak egy lehelletnyivel, akkor szoktam ezt az ecsetet használni, ez is Sigma, ez pedig a Powder Blush, Powder Per Blush F10. Ez is ugye ducikás, de mégis kisebb, és hát precízebb, ezáltal precízebb is, és ezzel is nagyon-nagyon jól lehet bronzosítani. Egyáltalán nem szeretem azokat a nagyon-nagyon kemény, vagy hát fix ecseteket, amikkel ugye hát majdnem egy csíkot lehet húzni. Azokat nem szeretem, szerintem azok természetellenesek, és nem lehet velük jól dolgozni, nem lehet velük jól eldolgozni a terméket. Úgyhogy én ezeket preferálom. Jól belemártom, és akkor nem csinálok más, mint tényleg így egy ilyen körkörös mozdulattal a csont részlegén. Látjátok, olyan magától szép lesz, nem tudom, hogy magyarázzam. És akkor ugye, ahogy mondtam, még így a homlok részre is viszünk belőle. Jó, nagyjából ez a végeredmény, amit én bronzosítása kapcsolatban szeretek elérni, vagy ez az, amit én minden nap meg szoktam csinálni. Jó, térjünk át a pirosításra. Ugye bronzosítás az egy barnás, bronzos árnyalattal történő árnyékolása az arcnak végül is, a pirosítás pedig hát igen, nem más, mint egy pici rózsaszínes, pirosos árnyalat felvitele, csak és kizárólag az almácskákra, tehát erre a részre. Természetesen szépen össze lehet dolgozni a kettőt, tehát picit hátra lehet húzni, hogy összemosódjon a bronzosítással, vagy a bronzos árnyalatunkkal, viszont a pirosítás az itt történik. Nagyon sok pirosító árnyalat van, tehát van a barackos, rózsaszínes, lilába átmenő, picit barnás, beütésű, ami nem bronzosító, de pirosító. Tehát nagyon-nagyon sok árnyalat van, és szerintem nem nagyon van olyan, hogy most ennek az embernek csak ez áll jól, annak az embernek pedig csak az áll jól. Én is magamon nagyon-nagyon sok típusú pirosítót szeretek, szeretem a barackosat, szeretem a rózsaszíneset. Igazából ez tényleg attól függ, hogy milyen a sminkünk, úgy amúgy. Tehát, hogyha például egy olyan barackos árnyalatú rúzs fogunk felvinni, akkor ahhoz nagyon jól fog passzolni egy barackos árnyalatú pirosító, hogy összhangban legyen a kettő. Tehát itt igazából nincsenek szabályok, a lényeg az, hogy ne legyen a pirosító piros. Igen, furcsa tényleg, de a pirosítónak nem igazán szabadna piros-pirosnak lennie. A pirosítónak az a célja, hogy megadja azt a kellemes, azt az aranyos hatást, és ugyancsak visszaadjon egy kis színt az arcunknak, ugye? Ugyan élettel telinek tűnjünk, nem is tudom, életvidámnak, vagy valami hasonló, és nem szabad erősnek lennie, ez nagyon-nagyon fontos. Ez talán a legfontosabb üzenete ennek a videónak, hogy ne legyen túl erős. Sem a bronzosító, de a pirosító még annyira sem. Nincs. Tehát erre az a válasz, hogy nincs, mert egyszerűen annyira sok pirosító van, ami jó és tetszik, és szeretem, hogy itt tényleg nincs olyan, hogy most na ez tényleg jó. A lényeg az, hogy jól el lehessen ezt is dolgozni, tehát legyen valamilyen szinten jó minőségű, viszont a többi nem igazán számít. Amit jelen pillanatban a neszeszeremben hordok és mindig használok, az ez a pirosító, és látjátok, hogy mennyire csodálatos. Ez egy három színből álló Milani, ez is pirosító, ez a Desert Dunes Trio, nem, Baked Blush 01 Last Coral árnyalatban. Igazából rózsaszínes beütésű ez a pirosító, sötétebb árnyalat, egy médium és egy világos árnyalat, és az egésznek van egy olyan nagyon-nagyon szép fénye. De úgy
úgy elvétve benne, tehát nem feltűnően, de mégis. Szerintem a pirosítónak egyébként jó, ha van egy pici fénye, az fel tudja dobni az egészet, én szeretem legalábbis. Kettő ecsetet hoztam nektek, ezeket szoktam használni a leggyakrabban, mind a kettő Sigma. Az egyik a Dual Fiber F50, a másik pedig a Blush F92. Mind a kettőt nagyon szeretem. A lényeg az tényleg nagyon sok esetben az ecset a pirosító felvitelnél, mert itt el tudjuk rontani. Hogyha nem megfelelő ecsetet használunk, akkor szerintem nagyon rossz is tud lenni a pirosításnak a felvitele, mert túl sokat veszünk fel az ecsettel belőle, és ezáltal nagyon sok kerül az arc, és azt már nagyon-nagyon nehéz eldolgozni szépen. Tehát az is fontos, hogy milyen ecsetet használunk. A Dual Fibert azért szeretem, mert pont annyit vesz fel az ecsetből, a pirosítóból, amennyire szükségünk van, és egy olyan kellemes, értitek, adagot tudunk eldolgozni vele, és ugyanezt csinálja ez az ecset is. Talán a Dual Fiber még kevesebbet visz fel, mint ez a blush ecset, mind a kettő jó, ez a lényeg tényleg. Úgyhogy erre figyeljünk, szerintem nem szabad túl tömödnek lennie az ecsetnek, és nem szabad rövid szőrűnek lennie az ecsetnek, mert azzal borzalmas lenne tényleg a pirosítás, úgyhogy mindenképp egy olyat kell választanunk, ami picit ilyen levegős. Ez a titok. Ó, nem mondtam jól, azt nem Milánit mondtam, de közben ez egy Kiko pirosító, elnézést kérek tényleg. Ez egy Kiko pirosító, oké. Letisztáztuk. Ide, oda, amoda. És általában én mosolyogni szoktam, bármennyire is furcsa, mert azáltal ugye előjönnek a kis almácskák, és könnyebben fel tudjuk vinni. Tehát így. Tehát alig érintem oda, látjátok, ez a titok. Körkörös kis mozdulatokkal összeérintem picit a bronzosítóval. Mondom, a lényeg az az, hogy mértékkel kell csinálni. Az én napi tippem, amihez most kelleni fog ez a furcsább, laposabb ecset, az az, hogy mondjuk, hogyha szeretnénk precízebb bronzosítást, precízebb eldolgozást, akkor, mikor már befejeztük így ezeket a lépéseket, akkor azt tudjuk csinálni, hogy egy világosabb árnyalattal, mondjuk a kontúrkitemből bármelyiket használhatjuk, felviszünk egy keveset, vagy bármilyen világos púderrel is lehet ezt csinálni, felviszünk egy keveset egy csíkban, ugye, így erre a részre, ahol már nem szeretnénk terméket, nem szeretnénk bronzosítót, nem szeretnénk pirosítót, mondjuk, hogyha oda került volna, és ezáltal szépen egy olyan vágott hatást tudunk, egy olyan éles hatást tudunk magunknak biztosítani, ami tényleg szép, szép tud lenni. Tehát úgymond megtisztítjuk azt a területet a bronzosítótól és a pirosítótól, ezáltal konkrétabb lesz az eldolgozás. Ezt inkább egy buliban, egy fontosabb eseményen tudom elképzelni. Mindennapokban ezt soha nem csinálom, tényleg. Úgyhogy. Látjátok, ennél egyébként egy precízebb ecsetet is lehet használni, azzal még precízebb lesz az eredményünk. De most nekem ez is jó lesz. És akkor ezt általában az ember hagyja pár percig az arcon, és aztán szépen ledörzsölgeti. Leszedi róla, és akkor az eredmény az lesz, amit elképzeltünk. Fanny azt kérdezi, hogy melyik arcformának mely pirosítási mód áll jól. Szerintem pirosításban nem igazán tudunk ilyen különbségeket tenni, vagy nem igazán kell így ilyesmikre figyelni. Tehát pirosításban szerintem mindig az almácskákra kell koncentrálni, és csak arra. A kérdésed lehet inkább a kontúrozásra, bronzosításra, sőt inkább a kontúrozásra térne ki, vagy inkább arra lenne aktuális, amit ugye nem ebben a videóban tudunk megvitatni. De a pirosításra visszatérve az inkább csak az almácskákra vonatkozik, és szerintem ott nincsenek ilyen különbségek. Ezt majd a kontúrozásnál megvitatjuk. Milyen pirosítót érdemes használni, amitől nem lesz olyan az arcom színe, mint aki megéget? Nagyjából erről már beszéltünk, de akkor most elmondom még egyszer. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy soha ne használjunk piros pirosítót, vagy ha igen, akkor abból nagyon-nagyon
keveset. Tehát a lényeg az mindig az, hogy egy nagyon-nagyon kevés mennyiséget vigyünk fel az almácskákra, és azt jól dolgozzuk el, és csak egy szín lehellet legyen az arcunkon. Tehát ez nagyon fontos, és tényleg még egyszer mondom, az ecset is nagyon-nagyon fontos ebben az egész folyamatban, mert hogyha nem használunk jó ecsetet, akkor nem lesz jó a felvitel, és azáltal nem lesz szép a végső eredmény. Katinka kérdezi, hogy szia, az én kérdésem az, hogy ha a bronzosítót erősen vitem fel, hogy oldhatnám meg, hogy elhalványodjon? Ez egy nagyon jó kérdés, és ezt nem is érintettük a videóban. Ilyenkor én azt szoktam csinálni, hogy veszek egy teljesen tiszta ecsetet. Mondjuk azt hiszem ez, igen, ez teljesen tiszta, általában egy ilyen nagyobb pufi ecsetről van szó, és ezzel átdolgozom az egész arcot, és ez ugye, mivel nincs rajta semmi, le fog venni a termékből, és halványítani fogja, kevésbé lesz erős. Úgyhogy ez egy trükk szerintem, ami alkalmazható. Vagy esetleg, ami még jó lehet, az az, hogy a beauty blenderrel picit megnyomogatjuk, bár hogyha mondjuk nedves a beauty blender, akkor az ugye már nem jó, tehát ezzel is lehet, de mondom ezzel, az enyém már nem nedves, hanem csak úgy egy icipicit nedves, csak így már lehet vele dolgozni, de mondom, a legjobb az egy ecset, vagy amit még szoktam csinálni, az sminklemosó kis vatakorong, az ali nagyon-nagyon alig hozzáérintve elsimítgatom a bronzosítót, és akkor is nagyon-nagyon szépen le fog belőle jönni. Na hát ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, és remélem, hogy volt benne egy-két hasznos információ. Hogyha így van, akkor kérnék szépen egy lájkot és egy feliratkozást, és írjátok meg nekem kommentben azt is, hogy milyen sminksulit szeretnétek látni legközelebb, tehát milyen témakört dolgozzunk fel együtt. Én gondoltam mondjuk a tusvonal húzásra, vagy lehetne az, hogy hogyan dolgozzuk el ugye a szemhéjpúdert, ugye lesz a konturozás, highlighter, nagyon sok témakör van még szerintem, ami jó lehet. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, legyen egy nagyon-nagyon szép napotok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!